1997 nyarán tragikus hirtelenséggel távozott közülünk professzor dr. Badó Zoltán, a Szentesi Baleset és Ebészet főorvosa. Ráemlékeznek munkatársai, barátai. Zoltán genetikai kódjában kellene megtalálni a kulcsot az életéhez. Egy feszült, végtelen, ambiciózus, tehetséges, sokoldalú ember nyugtalan élete zajlott le a szemünk előtt, aki kereste, mindig kereste a jobbat, a jobbnál, a jónál a jobbat kereste, és ez vonult végig az életében. Nem, megint nem az volt a mérce, hogy ő tudott a legjobban operálni Budapesten vagy Európában, hanem az volt a mérce, hogy mit tud csinálni Szentesen baleseti sebészet helyett, vagy baleseti sebészetből. És itt jelenik meg egy olyan nagy teljesítmény, ha úgy tetszik, ami az ő életművét jellemezheti, mert nem maradt meg a megyei kórházak, vagy később talán már nem is megyei kórház baleseti sebészetének a színvonalán, hanem annál jóval messzebb ment, sokszínűbb lett, modernebb lett, követte az európai fejlődést, nemzetközi kapcsolatokat ápolt, hazai kapcsolatokat ápolt, újat keresett, tudományt művelt, gyógyított, emberséget sugárzott, iskolát teremtett a maga lehetőségei között. Ez Bugyi István emlékének is megfelelő iskola maradt, vagy munka maradt, amire büszke lehet az, aki benne dolgozott, vagy aki ennek az iskolának a folytatására is vállalkozik. Mind a gyakorlati, mind a tudományos munkája példamutató volt, érzékeny volt az újra, átlátta, hogy mi a reális Szentes viszonylatában, és azt rögtön országos szint fölé tudta emelni. Itt az érdekessége a dolognak, hogy ezért sok helyen nem lett népszerű az országban. Hát hogy lett volna? Sokan azt se tudták, hogy hol van Szentes, és ott jön egy Badó taripáros, és ő majd nekünk megmutatja a baleset sebészet rejtelmeit, vagy a ízületpótló műtéteket, vagy a koponyacsontpótlásokat. Sokaknak csípte a szemét. Ennek ellenére Zoltánban volt egy olyan örök derű, és egy olyan a gáncsoskodók fölé emelkedő tulajdonsága, amit mindig csodáltam, mai napig nem tudom, hogy őt igazából otthon a sötét szobában, amikor egyedül van, és csukott szemmel, volt-e dühös vagy mérges ezekre a gáncsoskodókra, vagy észre sem vette. Talán el se tudta hinni, hogy valaki őt gáncsolhatja. Egy ilyen tiszta gyermekded, naivitás lehetett benne, mert nem törte meg. Sőt, a ellenzői közül ő még megnevezett jó néhányat, hogy hát ő az ilyen barátom, meg a legjobb barátom, meg ez is a legjobb barátom. És soha harag vagy gyűlölet belőle nem áradt ki, még akkor sem, ha megtudta, ha de facto bebizonyítottuk neki, te Zolikám, ez meg ez ellened lépett. Nem jutott el odáig, hogy ő bosszút forraljon, vagy aláráncson valakinek. Ritka dolog. Munkájuk során gondolom tapasztalta azt is, hogy milyen volt a betegekkel szemben. Baráti, közvetlen. Ez is a Bugyi iskolához tartozott. Bugyi professzor soha nem játszotta meg a professzort. Ő Bugyi tanár úr volt, mindenkinek a Bugyi tanár ura, vagy pedig később, mikor már ő idős volt, nekünk Pertut ajánlott, úgyhogy mi is tegezhettük őt. Na ebből fakadt az ő közvetlensége a betegek iránt, hogy a Bugyi iskola tagjai, én nyugodtan mondhatom, mindenki közvetlen, kedves, nem megjátszó se a doktort, se az orvost, se a különböző rangokat, pozíciókat, mind a mai napig. Gondolom rólam is ezt mondják. Badó Zoli a baleseti sebészetben nagyon sokat tett. Sokat tett azzal, hogy új eljárásokat dolgozott ki.
a hallatlan drága, úgynevezett csípőprotéziseket, csípőizületi beültetéseket, aminek az anyagát és a protéziseket külföldről kellett hozni horribilis összegekért, itt Magyarországon meg tudta szervezni egy Juhász nevű hódmezővásárhelyi csodálatos mechanikussal, és ők együtt kidolgozták a magyarországi csípőprotéziseknek a lehetőségét. Hát 1976-ban Madó tanárul kint volt nyugati tanulmányúton, azt hiszem, hogy Svájcba vagy Németországban, nem tudnám már pontosan. Hazajövet készített a nagy televízió véle egy riportot. És ő elmondta, hogy a kezdeti eredményekként, mivel a szánkóprotézis beültetéssel milyen biztatóak, hát mindent csinálnánk meg Magyarországon. És ekkor én felfigyeltem erre a riportra, és jelentkeztem, hogy majd én ezt a témát megoldom. Hát elkértem volna azt a mintadarabot, amit ő mutatott a televízió kamerájának, 70 kiló anyagot sikerült megvenni, hazahoztuk, és akkor próbáltam a mintát leutánozni, időzítve arra, mikor a Badó tanárról ismét hazajön a tanulmány útjáról, hogy elvigyem ezt a néhány protézist, és mikor elvittem, azt mondtam, tessék kiválasztani, hogy melyik volt az a mintadarab, és melyik az, amit én csináltam. És annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy aztán bizalmat kaptam tőlük, és hát többször eljöttek, megbeszéltük, mit csináljunk, akkor elvittek, másik intézetekbe bemutattak, és aztán a tanár úr végtelenül hajtott ezt a témát, rájött, hogy már tényleg ebből lesz valami, és ő neki elévülhetetlen érdemei van a magyar protézis gyártás kezdetében. A csípőizületi protézis megteremtése mellett a térdizületi protézis gyártását is ő kezdeményezte és indította el. Éppen ebből a szakmai, tudományos munkából merítette nagy doktori munkáját, és 92-ben ezáltal a régió egyetlen mozgásszervi nagy doktora lett Vadó professzor. Nagyon sok szép kongresszust rendezett, vitte a Szentesi Kórház tudományos életét is, hosszú ideig a tudományos tanácsnak a vezető embere volt, akik az előadásokat, bemutatásokat ugye szervezték. Kormai kapcsolatot tartott állandóan a budapesti Országos Traumatológiai Intézettel, Szegeddel, stb. 1994-ben a Szent György Albert Orvos Tudományi Egyetem magántanári címét is elnyerte. Részt vett a graduális és a posztgraduális oktatásban is. A hallgatók nagyon szerették, kiváló stílusban előadott szakmai előadásait. Azt, hogy ezek az előadások rengeteg diával, szemléltető ábrával voltak illusztrálva. A Kórházi Tudományos Bizottságban hosszú időn keresztül együtt dolgoztunk. Hát igazából nem is tudok többet erről mondani, hiszen a tudományos munka a gyakorló munkának, a gyakorlati munkának a vetülete, és ő a tudományos munkában pontosan ugyanúgy minden új iránt fogékony volt, és hihetetlen szorgalommal csinálta azt is, ugyanúgy, mint a gyakorlati munkáját. Hát közismert, hogy Szentesi Kórházból védte meg a kandidatúráját, Szentesi Kórházban lett az orvostudományok doktora. Nem általános Magyarországon, hogy egy közkórház főorvosa az orvostudományok doktora fokozatot megszerzi, majd később az egyetemi magántanár címet is. Milyen volt vele együtt dolgozni, milyen főnök volt? Így visszaemlékezve mindig a kicsit ironikusan vagy humorosan, ugye ő volt a Zord Türannosz. Tehát ebben benne
benne volt az, hogy ő nem kiabált, engedte az embert operálni, tanította, tehát elősegítette mind a szakmai fejlődését, és ahogy így mondjam, a műtéti készségét is. Volt főnökünk, Vadó tanár úr nagyon szerette ezt a szót hallani, ha úgy neveztük őt, hogy főnök. Ő barátunk is volt, tanítónk is volt, és az a fajta igény, hogy Szentest és a szentesi baleset sebészetet az ország élvonalába vigye, ez bennünk is megmaradt. Térjünk vissza egy kicsit Vadó főorvosra. Milyen volt, amikor tanított? Elsősorban én a humánumát és az ember szeretetét emelném ki. Egyfajta mély emberség sugárzott belőle, szerette az életet, szerette az életnek a dolgait, és így szerette benne az embert is. Mindig nagy tisztelettel gondolok vissza rá, ugyanis amikor tanított bennünket, akkor mindig elsősorban a barát szólt belőle, és nem a főnök. Nagyon távol állt tőle a parancsoló hang, bár tudott ő szigorú lenni és kemény, de ezt egészen más módon éreztette az emberrel, úgyhogy hogy megérezte a helyét, és az ő inkább nevelése az serkentőleg hatott a fiatalokra. Ambíciót teremtett bennünk. A betegekkel milyen viszonyban volt? A betegekkel kifogástalan volt mindig, nem tudok rá jobb szót mondani, mindig egy korrektúri ember volt. Vadó tanár úr nekem nem csak főnököm, hanem édesapám is volt. Tulajdonképpen én sokat nem dolgoztam vele, összesen egy szűk évet talán, ezután ő nyugdíjba vonult. Nekem még nagyon sokat segített egyetemista koromban, főleg sebészeti, balesetsebészeti vonatkozásban. Nagyon sokat összeültünk a vizsgák előtt, megbeszéltük a problémákat, szakdolgozatomban egyetem végén sokat segített. Nagyon sok jóra emlékszem édesapámat illetően. Szakmai vonatkozásban annyit tudok elmondani, hogy ő annak idején bevezette itt azt a szellemet, ez volt az osztály mottója, tulajdonképpen, hogy élni és élni hagyni, és ezt a szellemet folytatjuk ma is tovább itt az osztályon. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag tényleg mint mi, mint fiatal orvosok, itt egy néhányan fiatal traumatológusok, a legtöbb műtétet, rutin műtétet szinte egyedül csináljuk már. Befolyásolta-e valahogyan a pályaválasztását azt, hogy az édesapja mivel foglalkozik? Nagyon is befolyásolta. Nem csak édesapám, nagyapám is sebészettel foglalkozott korábban, tehát ez valahogy genetikailag determinált, félig meddig apáról fiúra szállt. Már gyermekkorom óta bennem volt ez az általadás, hogy mindenféleképpen orvos leszek, orvos szeretnék lenni, és ezen belül is a sebészet érdekel, tehát a manuális szakmák érdekeltek. Hogyan viszi tovább azt, amit az édesapjától kapott? Hogyan alakítja a munkáját, hogy egy kicsit megmaradjon ez a Vadó szellem? Általán ez úgy érzem, benne van a génjeimben, a lelkemben ez a szellem, úgyhogy ezt nehéz nem tovább vinni. Emberileg mind az utolsó évekig vagy hónapokig, amikor még találkoztunk, valami gyermekded vonás volt Zolin. Jó értelemben mondom, nem volt kételkedő, nem volt haragudó és haragtartó. Kellemes barát, mint ahogy az előbb is céloztam, hogy ez is barátom, az is, mindenkivel barátkozó volt. Hibája, hogy azt hitte, hogy mindenki viszont is barátja. De nem tudtak ártani neki. Érdekes. Se lelkileg nem törte soha meg az, hogy ki gáncsoskodik. Na már most, hogy tovább a mi személyes kapcsolatunk és barátságunk. Nyitott volt az utolsó pillanatig. Bármikor találkoztunk, a legmélyebb magándolgokról el tudtunk beszélgetni, tanácsokat adtunk egymásnak, ő is elfogadta tőlem. Én szerettem Zolit, ma is szeretem a lelkét. Hiányzik, annak ellenére, hogy az utóbbi években már nem voltunk sülve-főve együtt, mert nem az a barátság volt köztünk, hanem az, amikor kellettünk egymásnak. Legyen ez kandidátusi diszertáció, legyen ez doktori diszertáció, legyen ez habilitáció, egymás mellé ültünk. Ő egy lépéssel előbb tartott mindig, mint én. Együtt vettük át az egyetemi magántanári kinevezési papírt a Szegedi Egyetemen. Együtt beszélgettünk magándolgainkról.
Segítettük egymást, amikor lehetett. Kiváló, aranyos ember volt. Kerestem itt a fényképek között, sajnos nem találtam meg egy olyat, amikor ő, Tari Gábor, meghívtak engem egy hétvégi kirándulásra. Így hároman indultunk el a hegyekbe. Hógolyózásról van egy kép, sajnos nem került elő, nem tudom megmutatni. De ez is azt hiszem tükrözi azt, hogy nem csak a közvetlen a műtőasztal mellett, nem csak a kórterembe voltunk jó kollégák egymással, hanem még a mindennapi életbe, ha kellett a gyerekes játszadozások közepette is, amikor föl tudtunk szabadulni, kicsit relaxálódni tudtunk. Alma máteremnek tekintem maximális mértékben a Szentesi Kórházat, és a Szentesi Kórház eredményeire én azóta is nagyon büszke vagyok, és többször hivatkozom rá is. Sok kedves barátom, kollégám van ott, akikkel sajnos az idő múlásával hát egyre kevesebbet találkozunk. És hát a szomorú része az, hogy ugye sajnos ebből a baráti körből, ebből a kollégális körből, sajnos ugye Badó Zoli barátom volt az, aki elment közülünk, amit szinte azóta sem tudtam kellőképpen hát túltenni magam rajta. Könyvet akart írni, és még fel is kért engem is, hogy egy fejezetet csináljunk meg mi a meteorográfiai és a biomechanikai területén, ő az orvosi vonatkozást is, és mások meg majd véleményt írnak ezekről, de aztán sajnos erre nem került sor, mert ő eltávozott kárért. Tragikus betegség az életébe beleszólt. Nem tudom, hogy mondhatom-e, egy komoly nyelőcső daganata volt neki, amit meg kellett operálni. Újra meg kellett operálni. És ezt már az ő szervezete nem bírta el. Így azután vérző szívvel, könnyes szemmel elbúcsúztunk tőle. De az emléke az él közöttünk, mint jó barát, egy kitűnő kolléga, egy igen-igen jó képzett orvos képében ma is a szívünkben van. És sokan ismerték Zolit, és emberi gyöngéje mindenkinek van, de csak a rossz ember emeli ki a másik gyöngéit, és csámcsog rajta. Akinek a lelkében szép az ének, csak az hallja a másik énekét is szépnek.